Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. És elkezdjük a mai napunkat, de egy néhány szó még a tegnapi estéről. Pétert megvártuk a Hágon Zsolttal, és csak nem ránk sötétedett, amikor elindultunk. Ez még nem lett volna önmagában baj, de az eső is elkezdett esni, és olyan sötét volt, hogy halálfélelemmel jöttünk le. De még ez sem lett volna baj, mert sajnáltam volna azt, hogy kihagyjuk a fortornó erődöt, mivel a sötét miatt már biztos, hogy nem láttuk volna. Erre ma reggel, mikor kijöttem az ajtón, ez a látvány fogadott. Ilyenek a véletlenek. Itt látható ez a középkori eredetű erőd, amely a völgy védelmi szerepét volt hivatott betölteni, de 2012 óta sajnos nem látogatható, mert annyira leromlott az állaga. Sorsnak hála, ez sem maradt ki a túrából. A börtön lakásban. Ez nem börtön volt. Na akkor kezdjük a harmadik napot. Továbbra is magas Alpok, szeptember 10-e, szombati nap. És hogy ez az erőt hol van, megmutatod a térképen? Igen, mutatom fordítornó. Ott, itt vagyunk. Oké, továbbra is itt a fent Franciaországban. És el tudnál mutatni a tegnapi napot, hogy hogy volt? Én elmondom. Ugye azt mondom, amerre mi mentünk. Satukvérázban voltunk egy kempingben. Elindultunk az Anyelhágó irányába, felmentünk az Anyelre, 2744 méter magasra, Európa harmadik legmagasabb hágójára, majd visszagurultunk. Várj egy picit, még légy szíves, az itt, jól látom, hogy az olasz határ? Az olasz határ, francia-olasz határ, így van, fél lábbal Olaszországban voltunk, gyönyörű volt a kilátás a másik oldalra. Érdekes volt. Igen. Aztán visszagurultunk itt, és úgy volt, hogy legurulunk idáig, és Szentvéremba felmegyünk, de nem ez történt, hanem itt találtunk egy kis pici utat ott azon a fehér sávval, így spóroltunk némi szintet meg időt. És eljöttünk Franciaország legmagasabban fekvő, Európa harmadik legmagasabban fekvő falucskájába. Onnan utána legurultunk vissza a kempingbe, felvettük a cuccot, és akkor elkezdtük az izoárdot. Elkezdtük a Vorhágó irányába a gurulást. A Gülszurdokban gyönyörű panoráma mellett
legurultunk egészen Gillestribe, Gillestriben pedig elkezdtük a hágómászást. Egy pillanat, csak annyit, hogy valamikor Gillestrit mondtunk, valamikor Gillet, valamikor Gillet, úgyhogy hát mindenki értsék jóra. Akik franciául tudnak, majd kiválasztják, hogy melyik a jó, elnézést kérünk a rossz kiejtésért. Tehát Gillestriből elkezdtük a hágómászást. 19 km volt a hágóút, és 1100 méter szint, iszonyú melegben. Én nekem nehéz volt, megmondom őszintén. Eleinte, igen. Utána viszont beborult az ég, és még esőt is kaptunk, ott már jobban ment a mászás. Tehát itt mentünk ezen az úton, átmentünk néhány falucskán. Itt volt a hágó, 2109 méter magasan, és akkor innen legurultunk. Idáig itt volt a szállásunk. Adatokat el tudnád mondani? Igen, mondom. Megtett kilométer 109,1. Nyerekben töltött idő 6 óra 40 perc. 23 fok volt az átlag hőmérséklet, 39 fok volt a maximum. És a szintadatok az pedig 17%-os volt a maximális emelkedés. Összemelkedés 2560 méter, gurulás 2650 méter. Ezt már mondtam. Maximális sebesség 75 km per óra volt, átlagsebesség 16,4. Nehéz az elindulás. Elfelejtettük megbeszélni, merre menjünk. Tehát fordítón erőd, Zsozié-be legurulunk, és elkezdjük a Bonnet hágó mászását ezen az útvonalon. Hágó, illetve a csúcs. Hágó 2715, a csúcs 2802 méter. Majd utána tovább gurulunk, vagy legurulunk a hágóról, és egészen Izolán keresztül Saint-Suvier-de-Tignyébe lenne a cél, illetve lett volna a második napi cél. Meglátjuk, hogy mikor érünk ide. A holnapi nap lenne ez az útvonal. Lehet, hogy belekezdünk, az időtől függ, hogy hogy érünk oda. Igen, és azt elfelejtettem mondani, hogy valaki el ne felejtse a hurkot megcsinálni fent. Igen. Mert könnyen meg lehet azt csinálni, fölmész a hágóra Bonnetten, és akkor gurulsz is lefelé, de közben van fent egy hurok, hogy a csúcsra fölmenjél. Igen, és ott még egy 60 méteres gyalogút is felvezet a igazi csúcsra, az igen. 2862 lesz. Igen, de onnan nagyon jó ki a látás, úgyhogy érdemes fölmenni. Igen. Menjetek, ilyen sem nagyon látunk, hogy együtt a csapat. Együtt az Attila még megint. Kezd besütni a napocska a völgybe. A hegycsúcsokon már látszik a napfény. Most van sok izé, próbálta, hogy csak most mi a szélemény. Aha. A tegnapi salátától nekem könnyebben fog fölfelé kimenni a menet. Érzem. Nézzétek meg, hajtás nélkül így megy. Utánégetés? Igen. Azt érzem ott el! Jó, Adi! Amikor elkezdte ezt mondani este, megverem. Ott a jó hideg patak. Hát nem esett volna jól. Azért... Képzeld el, István, ugye felöltöztem úgy, ahogy, de már mikor mielőtt elindultunk, álló helyzetben reszkedtem. És akkor utána még lefelé. Igen, mondom, mi lesz ebből, de aztán mégis nem volt olyan vészes, azt hittem rosszabb lesz, nem fáztam annyira. Úgyhogy jó volt a meleg víz. Pedig én nem szoktam forró vízbe zuhanyozni, de itt nem volt más lehetőség, de nem zavart tegnap. Ott megtalálta a keverőszerepet, és volt, akkor lejjebb vette a röngességüket. Még akkor is egy 5 percet később is forró volt. Hazudtál? Zsozié-ben vagyunk, itt keressük az utat, amit úgy látom meg is találtunk a Bonnet felé. És Saint-Étienne-de-Tignyé az irányunk.
együtt a csapat. És itt is mutatja. Zsozi 1460 méter magasról. Ezer hatszáz hatvan méter magasan vagyunk. Akkor már sok már, igaz? Akkor már nem. Megállunk egy rövid szuszonásra. Mennyi csak 1200? Igen. A csúcsig. És még mindig látszik Zsozi, vagy legalábbis az előtelepülései. Hello, Andy. Szia! Kitartás. Jönnek a visszafordítók. Szerintem meg igen. Úgy van, hogy előz. Az nem jó. Legalábbis, hogy előzött a biztosan. De másik, hogy a hátizsák marad, nem? De megjöttek, voltunk. Szóval, aki azt mondta, hogy a Bonnet északi oldalról nem nehéz, akkor azt... Na, milyen volt eddig szerintetek az emelkedő? Könnyű? Én könnyebbre számítottam. Hát én is. Nem azt mondták a valamelyik filmben, hogy könnyű? Akkor lehet, hogy nem voltunk azon az emelkedőn, amin ők... Meg hogy 9% a max, hát simán volt 12 is. Igen, és még csak 2000-nél vagyunk, igaz? Igen. Lassan 2200 méteren leszünk. Igen. Ettől durvább ne legyen, akkor nem ez baj. Hát meg... Megint kiírt a 8-1-et, mennyit írt rá? 8-7-et? 8-7 volt kiírva. Meg kell állni többször pihenni. És így menni fog talán. De könnyebbre számítottam, megmondom őszintén. Én mondtam nektek, hogy... Tavalyikból kiindulva, emlékszem, hogy letekertük a 7 napot, elfáradtunk azért. És nem voltak ekkora hegyek. Nem, bizony. És azért jó, viszont melegebb volt, az biztos. A meleg jobban megkínzott. De jó volt már mindenki, hogy véget ér, mert fáradtunk. Én szerintem most sokkal több energiát kihetezik. Biztos. Gyanúgy, hogy még egyszer ezzel meg tudnám csinálni ma. Felmenni másokat. 2200. Ki mondta, hogy nem cumi a Bonnet?
Aha. Most egy kicsit könnyebb lesz 6-6. 8 km a hágó még. Ezerháromszáz méteren van ez a kis tavacska. Ismét durva szakasz jön. 2400 fölött vagyunk már. 300 méter a hágó. 400 a csúcs. Mármint ami még hátra van belőle. Tábla szerint 2496 méteren vagyunk, 5 km még a csúcs. Következő kilométer 7,9%-os lesz, és ott látható a csúcs nagy valószínűséggel. És egy visszatekintés. Van emelkedési szög. Gyönyörűek a felhők. Út a vége láthatatlan semmibe. Jól elszórakoztatom magam. Előttem az erődrendszer. Itt megállunk egy kicsit. Kezdődik a Melkantó Nemzeti Park. Azzal vigasztaltál, hogy ez könnyebb lesz, mint a tegnapi nap? Nem igaz. Hülyeség volt. Ott a Bonnes csúcs. I flow. Sometimes I believe at times when I should go.
A kocsival könnyebb volt feljönni. Akkor egy körpanoráma. Kevesebb, mint 100 méter. Ott van bal oldalon a hágó, és tőle jobbra a csúcs. Zsolt is befutott. Nem tudom, mi vagyunk ilyen őrültek. Látható közelségben a hágó. Európa negyedik legmagasabb hágója. ...2715 méter. Balra esik a hágó. Jobbra pedig kezdődik az utolsó 80 méter, ami a csúcsra visz. Ott van fent a kilátó. Ez egy ilyen nyakörv-szerű vagy lasszószerű út. És a kilátás. Bodri már ott jár egész elő. Egy visszatekintés és egy körpanoráma, inkább félkör. Ennyi van még a lasszóból. Mi van? Visszajöttél? Te Moszkván keresztül jöttél? Az igen, na jó. Rossz irányba jöttél. Ja, ez a csapat szellem, nem árult el, hogy van rövidebb. Na jó. Mi arra rövidebb? Kisebb kör akkor. Vagy lassabban jöttél? Lehet, hogy lassabban jöttél, én nem toltam. Hát a csehettebből jöttél, ahol három és félre, kettővel. Ganyarban magad nem fogunk belátni, vagy hát föntről mi belátunk, de nem mondani fotózat. Most fogunk menni szerintem tovább. Nem. Szerintem azon az... nem út. Nem út? Hát az izé út. Az földöt. Aha. Akkor az pont nem látszik. Ott menjünk, Ramarra menjünk, abba kanyarra menjünk. Nem fogjuk látni. Megjöttünk. A kifogott rajtam. Egyszer megálltam, nem bírtam bekapcsolni utána. Aha. Toltam. Megjöttünk. Most olyan volt, mint a... a versenyzők is, hogy az egyik nap rápihennek a másikra, mert nagy nap lesz, én is rápihentem.
hogy fel tudjak veletek jönni. Nekem most csak az volt a tervem, hogy ne sokat maradjak le tőletek mai nap. Szóval itt vagyunk Európa harmadik legmagasabb aszfaltozott útján. Ez hágónak nem hágó, de... 1802 méter magasan. 2802. Bocsánat, 2802 méter magasan. Igen. Kettő előzi meg, az Ösztáler, Gletscher Strasse, az 2830, meg a spanyol velet a 3300. Megint nem a legmagasabbat csináltuk meg. Megint csak nem veszélsz. Megint nem a legnagyobbat csináltuk meg. Hát még mindig van mit csinálni. Bár az Ösztálerén én már voltam tavaly, de veletán még nem. Hát gyerekek, edzeni kell hozzá. Na, a legközelebb spanyolba szer kell tervezni. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the shadows. Bár az előrejelzések alapján könnyebbre számítottam, én nagyon elfáradtam itt a végére. Elvileg 24 kilométert tettünk meg Josie-ből. 6,6%-nak írták az átlagemelkedést, és a legmeredekebb szakaszt 9%-nak, de hát volt olyan, ahol olyan kilométer, ahol 9,4%-os volt az átlagemelkedés, úgyhogy ez eleve kizárja, hogy esetre megcsináltuk, még hogyha fáradtan is. Szép a kilátás, rengeteg csúcs van a környéken. Ott abban a tágó tetején, és onnan indul a mi irányunkba a hurok, ahogy feljöttünk a Bonnet csúcsáig, majdnem a csúcsáig biciklivel. 2802-ig. Azon az úton jöttünk Josie irányából. Azért még végignézni is elég ezen az úton, hogy végig tekerni. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street. Turn my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people. Nándi meg Zsolti ott van. 2802-n, az aszfalt legmagasabb pontján. People hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dare disturb the sound. Gyalogtúrát tartunk a Bonnet csúcsára, a kilátóhoz. Mert nem fáradtunk le. Hát teljesen lemerevettünk ott a előző helyen. Bodri és Szera már felmentek. Látva őriztük a bizonyokat. És most még van egy 60 méter szint emelkedésünk. Gyalog. Fél úton járunk. Egy körbetekintés. És érkezünk a kilátóhoz. Bonjour. Bonjour.
Egy körbetekintés. Innen tényleg körbe lehet. Megcsináltad? Már nem menj lejjebb, mert fent vagy a tetején. Tételesen nem utolsó vagyok. Nagyon jó vagy, Péter. Már ezután nem adnám százezerért nem adnám. Érkezik István. Jó, akkor elfújtaszélek, elbújt rapacsom, úgy vagyok. Ó, de jó lesz. Gratulálunk, Steve, megcsináltad. Ilyes majd, kettő percet késtél. De mi egy órát kocsmáztunk. Ja, hol volt kocsma? 2000. We're more or less on top of the world. The top of the world. Highest mountain. Nachinatar. Take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, whispered in the sounds of silence. Indulunk a Bonnetről, Bonnet csúcsról pontosabban. And it's
Az eső miatt kénytelenek vagyunk beöltözni. Úgy kivasom a kesztyűt. Egy idő után nem tudom, olyan befórósodik a szegemben. Most is már kezdeni érezni. Visszatekintés a vonetre. Ott pedig gyönyörűen süt a nap. Hát ez van. Világháborús erődrendszernél vagyunk most. Itt egy kicsit időzünk. Már itt is elkezdett a szemezési. Így húzták fel, nézd már, így húzták fel az ágyút erre a hegyre? Valószínű. Keményfiúk voltak, nem? Leúszolhatunk oda, nem? Vagy menjünk. Vagy menjünk? Úgy néz ki, ez már az enyészeti. Attila, találsz, hogy egy szűrűleg volt. Azt is vagy már le, azért az egészségesednek néz ki ott az a vár, nem tudom, hogy az. Bástya. Így igazán épületen keresztül is így. Jó. Távol van egy másik erőd. Már bármit megennétek, csak nem üzlőt kell enni, igaz? Mormotától kezdve bármi, igaz? A hőcsögletyút olyan jó mormot egyébként biztos finom lehet. Tessék? Mormota biztos finom. Jó kis. Magyarosan mormot. Ilyen csak igazán hoztam különbe fizet. Vesd ki zsírjára. Csak kis sütit. Mandula spiritot. Jön már az elveszett ember. Hallott, nem láttam ilyet még.
fogta. Bodri, így állt meg. Egy ücsi, egy tea, vagy valami. Vagy fussunk be a faluba. Vagy egy citrommájszon. Úgy látom, Bodri hajthatatlan. Megálltunk egy útszéli kávézóban. Márius kávézó talán az a neve. Ez a hely sem arról híres, hogy szépen eldolgozva vannak itt a épületek. De mégis valahogy ez így van jól. Ez adja meg az egésznek a hangulatát. Fent van a kávézó, a fiúk már bementek. És egy visszatekintés, ahonnan jöttünk. Ott a szerpentin. Nem tudunk ellenállni az ínyenségnek. Biztos, hogy annyira igénytelenül van megcsinálva minden, és mégis így a tökéletes. Ennek van, hogy is mondják az a... Szerintem itt semmi sem derékszöges. Nem is kell. És nézzek meg mégis, milyen jól néz ki. Műkszik, igen. Ez benne jó. Les touristes et tout donné, n'avoir plus peur d'être quitté. J'ai décidé, je m'en fous. Je reste debout, même si mon cœur sera déchiré. Personne ne gagne sans le miser. Et si je perds, je perds tout. Mais je m'en fous. Úgy látom. Egyre jobb. Így van, Csaba. Nagyon busztok. Hát a vendége. Hát nagyon szép. It's fine. Honnan láttad, mikor a szemüveg is rajtam volt? Éppen ez az, hogy jobb nagy csillag. Szóval jól néz ki. Gyönyörű szép fizeték. Igen. Szent Etienne az irányunk. Igen. J'avais pas de bagages en soute et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous. Sur ma route y a eu un tas de bouchons. La vérité j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te dire. Ben vagyunk és boltot keresünk. Városka központja. Aha. Csurgó. Megfelelták nekünk is. Megkérdeztél?
tudtam, hogy te tudod, hogy hol vagy az élvezetból. Szerintem nem beszélek ennyit. Szabad tavaly járci. Utána utáltatnak fogalmból érni. Igen. Így van, így van. Az orosznál szerű valami? Ami kérdezte, hogy ez milyen állat? Nem, tudom, lehet. Lehet. Malacfejű. Egy ilyenben volt. Nem. Akkor meg is kajázunk itt a helyszínen. Nem elképzelhetetlen. Kiszületünk a kis nemetek. Mit tettünk? Köszönjük szépen. De ott is van a szép vizet, tölgyfokadok. Én adom fogok elni nekem a szimpi. Én bármikor szóltam, hogy lehet menni, akkor én kint megkajáztam volna. És akkor 20... Jó, de amikor nincs időd is itt levered. Egyébként meg marhós kellene elni. Maga kevérjén. Így, kis mindenki készíti a finomságot. Mi fő ebből? Eredeti májgombószleves, Laci konyha minőségben. Ha, finom lesz. Jó illata van. Nem itt a nagy büdös Franciaországban, életemben soha. Igen. Ezt a eszem a forlemet. Tényleg egy kicsit tetszik. Adam, hogy jön melyikben. Felvételezik. L'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens. Ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une pause. Sur ma route, oui. Úgy néz ki, megtaláltuk az ideális táborozó helyet. Csaba már lovácsol. Akárcsak tavaly Montenegro van a Tarakanyonban. Ez egy kemping tulajdonképpen, egy kempingnek egy része, de már szezon vége van és bezárt a kemping, úgyhogy mi ezt kihasználjuk és elfoglaljuk. Remélem nem fognak érte szólni. Úgyhogy itt fogjuk tölteni az éjszakát. Öten vagyunk, Zsolt és István elmentek fedett helyre. Saint-Suvier mellett vagyunk tulajdonképpen, és holnap azon a hídon kell átmenjünk, és ott lesz az irányunk a holnapi nap tekintetében. Fel Rubionba és a Sihanoukba. Kedvenc mindenem a biciklim,
Kedvenc mindenem, szerelem. Kedvenc mindenem, elvisz engem bárhova, ahová csak képzeled. Nekem ez jó, túl te a Balaton, nem a francia badacsony tetejéről, félig már Adria, mámorban tekerek, jó sokat nevetek, első fékbe húzva repülök, én aztán adjam, mint elszállok, járom a világot, felőkön ugrálva, én mindent imádok, tekerjünk eleget, csináljunk gyereket, nekem a tekeret szerelem, nekem az jó! Éppen hogy átfért, tükrök lehajtva. Fiúk azt mondták, hogy jöjjek már be is. Nézzem meg, hogy hogy működik itt a HTTP rendszer. Merre menjek? Igen? Nézzél szét a pult közepére. Oké. A pult közepén nézd a kutyán. Ja, ja! Kurvány! Ah, de jó! Lehet dumálkodni benne! Kemény! Érkezés Pejlomba. Tisztelt publikum, hadd mutassam be!